Nem lehet inni, vannak teák, amiket egyrészt de nem mindenki ihatja, másrészt pedig nem lehet folyamatosan inni. Egy-kettőt mondok. A mezei zsúrló teát a kovasavéja miatt csak 8 héten keresztül lehet folyamatosan inni napi rendszerességgel. Ugyanez vonatkozik a diólevél teára, ő csak 6 héten keresztül lehet folyamatosan inni, és ugyanez vonatkozik még az orbánzfűre is. Az orbánzfűet is csak 6, legfeljebb 8 hétig lehet inni egyfolytában, és az orbánzfűnél, meg a diólevélnél még az is van, hogy nem mindenki ihatja. Azt mindig meg kell szakembertől kérdezni, hogy meddig ihatja ezt a teát. Tulajdonképpen, mert egyénenként is változik a helyzet. Van, aki egyáltalán nem ihatja például a diólevélteát, mert vérhígító szed. Nem ihatja az orbánzfűet, mert epeköve van. Tehát ezeket mindenképpen szakembertől kell megkérdezni. Általában magától senki ne kezdjen egy gyógyteát inni, különösen azokat, amelyik erős hatásúak. Tehát sok benne mondjuk a kovasava, a dióleve, vagy éppen sok benne a nyugtatóanyag. Azokat mindenképpen beszéljék meg a szakemberrel, az eladóval, ahol megveszik a teát, ott az eladó biztosan tud választani nekik arról, hogy ők ihatják és hogyan ihatják.